Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 19-éig. Június 21-én a nap eléri a napi pontot, és lesznek itt változások, hiszen jelenti a napváltozást. Ezen az estén készítünk egy nagy rituált, hogy legyen egy változás az életedben, vagy a párkapcsolatot illetően, vagy a munkádat illetően, vagy a családot, a lakhelyet illetően. Itt legyen egy kívánság, min szeretnél változtatni, és hogy ez megtörténjen, ebben segít ez a szertartás. Mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam ehhez a szertartáshoz 3500 forint, e-mailen keresztül tudtok jelentkezni. És most megnézzük a kártyákat, mit üzennek ezen a heti jósláson. Itt ez a férfi áll a középpontban. Ez lehet az ő tartása. Ő áll a középpontban, figyeli az eseményeket, lehet, hogy megvan az egója, de azt is jelenti, hogy nálad, mint egy hölgynél áll ez a férfi a középpontban, mert gondolsz rá, mert szereted őt, tehát ő most fontos számodra. Itt ez a kép azt jelenti, hogy figyeld a dolgokat. És ha vannak bizonyos lehetőségek, amikor javítani tudsz a helyzeteden, akkor fogadd ezt el. A háttérben itt ez a kutya látható. Természetesen jelentheti a házi állatokat is, kutyát vagy cicát, de jelenti a barátságot. Ez a férfi elfordul a barátoktól, hátat fordít nekik. Az is lehet, hogy eddig olyan barátsággal közeledett hozzád, nem beszélt a jövőről vagy párkapcsolatról, de most változni fog a helyzet. Hiszen lesz egy új irány, ahol látható ez a házasság, sőt a gyermekek, holott a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet is. Az a fontos, hogy észrevedd őt, észrevedd ezeket a lehetőségeket, és mindig a pillanatokat éld. Erre utal itt ez a kártya. Nem kell sokat gondolkozni a múlton és a jövőn, hanem éld mindig azt a napot, ami úgy előtted van. Akkor nagyobbak lesznek a sikerek. Ami a múltban volt, sok munka, szorgalom, itt is lesznek változások, hiszen látható, hogy egymás fele tekintetek, megjelenik a szűz jegyének és Merkur bolygónak a szimbóluma, ami azt jelenti, itt rendeztek valamit, beszéltek egymással, és itt van a mérleg jegyének a szimbóluma, és Vénusz bolygónak a szimbóluma, tehát ami itt kialakul kettőtök között, ez a párkapcsolat, a szerelem, ami itt is látható, egy új kezdet. És amit ez a kutya még jelent a párkapcsolatotokban, az a hűség, tehát legyen meg a bizalom. És itt van a pecsét, ami azt jelenti, ez tuti, ez biztos, hogy így lesz. Amit ez a kártya még jelent, egy hír, vagy bizonyos szerződések, és ezáltal javulni fog a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!